sziasztok! Hoztam nektek a heti üzenetet a május 15-től 21-ig tartó időszakra. A kosoknak a halált hoztam, a bolondot és a világ tarólapokat. Mindhárom nagy arkánum, úgyhogy jelentős időszak következik. A halál lapjával valami lezárul. Egy sorsforduló és egy teljesen új kezdet. Egy ciklus végét jelent és egy új korszak kezdetét. A szerelemben lezárást, szakítást, fordulópontot jelent ez az időszak. A munka területén is átalakulás, teljesen pozitív lesz a változás, valami új, amibe nyugodtan bele lehet lépni, hiszen a bolond tarólapja egy új kezdet. Egészség szempontjából a gyomorra, a hastájékra kell figyelni, és az energiaszintünkre, a halállapja szellemek jelenlétét is jelentheti. Egy radikális változás, valami új, a bolond tarólapja azt üzeni, hogy játékosan, lazán kell belefogni mindenbe. Kellő nyitottsággal, kíváncsisággal, hiszen látjuk, hogy a középső tarólapon is a hölgy valahová elindul, nincs veszélyérzete, ott van a vándorbot a kezében, valamibe belevág. A kártya azt üzeni, hogy hallgass az ösztöneidre, ne agyald túl a dolgokat, lazán, játékosan kell felfogni ezt a szép új kezdetet, hiszen ott van a világ lapja, ami a beteljesedést mutatja. A jelenben kell élni, és a szép, pozitív jövőre koncentrálni, hiszen olyan, mintha célod elérted volna, látjuk a harmadik tarólapon a beteljesülést, a hölgy mosolyog, biztonságban, védelemben van, valamiből meggyógyult, akár egy új kapcsolat, egy új munka, vagy bármi, ami neked most aktuális, be fog következni. Szinte a mennyországban érzi magát az a hölgy. Minden, amire várt, beteljesedett. A bikáknak a botok 8-ast húztam, a végítéletet és a kelyhek 10-es tarólapokat. Ez a hét kellő energiával, lendülettel kezdődik, hiszen a botok egyfajta gyorsaságot hoznak az életünkbe. Tüzes időszak következik, az is lehet, hogy régóta vársz egy hírre, ami számodra pozitív, kommunikatív időszak, és ott van a cél. Valami elkezdődik, új híreket kapsz, vagy kellemes meglepetésben lesz részed, akár egy jó ötlet, az érzelmek területén megújulás, felszabadulás várható, hiszen a végítélet lapján látjuk, hogy a hölgy lelke szinte kiszakad, táncra perdül. Felszabadulást jelent ez a tarólap a gondoktól, azokból a helyzetekből, amik nem építenek. Helyzetek, kapcsolatok, félelmek, gátlások most megoldódnak, és egy újjászületés kezdődik. A szerelemben akár egy régi visszatérése, vagy egy olyan lélektársi kapcsolat, ami vár rád, az üzletben is, a munkában is, akár egy teljesen új irány. Fel kell szabadítani magunkat a régi helyzetből, akár egy új munka, az is lehet, hogy munkát keresel és egy jó híreket kapsz. A kártya üzenete, hogy vigyázzunk a csontokra, az ízületekre. A kelyhek 10-es tarólapon már boldogságot látunk, egy család a szivárványon ül, a fellegekben jár, érzelmi megnyugvás, öröm, harmónia van a képen, akár család alapítást is jelenthet a kártya, vagy egy biztos jövőt, jó alapokat. Munkában is örömteli csapatmunkát, célba érést. Az is lehet, hogy társaság, a megfelelő emberekkel találkozol, akik pozitívak, és jó híreket hozhatnak neked. Az ikreknek a kardok 10-est húztam, a kiegyenlítődést és a kardok 4-est. A kardok 10-es egy ciklus lezárását mutatja. A gondolatokban, a szavakban lehet, ami megoldódik, hiszen a kardok a gondolatainkat mutatják. Az is lehet, hogy a negatív élethelyzetek, emberek, akik körülvesznek téged, most szépen magad mögött hagyod, hiszen a 10-es egy ciklus lezárását mutatja. Az első tarólapon a hölgy elfordul, és elindul az ismeretlenbe, hogy megtalálja az egyensúlyát. A kardok 10-es egyébként egy operációt, egy műtétet is mutathat, párkapcsolatban szakítást, egy új munkát, két kardoklapokat is kaptunk, arra hívja fel a figyelmet, hogy nem szabad negatívan gondolkodni, csak pozitívat teremtsünk, hiszen az valósul meg, amire gondolunk.
Az egyensúly lapja viszont biztató, hiszen nagy arkánum, látjuk, hogy középen az a férfi angyalszárnyakkal, nyitott koronacsakrával ül, és megtalálta az egyensúlyát. Ami most elengedésre kerül, az felszabadít téged. Az is lehet, hogy a spiritualitásban találod meg a fejlődést, hiszen angyali jelenlét is van a tarólapon, harmónia, könnyedség, akár egy műtét utáni, betegség utáni gyógyulás. A kártya üzenete, hogy helyes úton jársz, tartsd meg az egyensúlyodat, és pozitívat teremts magadnak. Akár az anyagi helyzetre vagy szerelemre vonatkoztathatunk, minden rendeződik. A kardok 4-es tarólapján látjuk, hogy a hölgy elfáradt, lehet, hogy szerelmi csalódás érte, hiszen ott van a kis szívecske a fészekben. A kártya azt üzeni, hogy nyugvópontra érkeztél, lehet, hogy meg kell pihenned, sok volt a teher, kimerültél, jön egy felszabadító időszak. Ha úgy érzed, hogy stagnál valami, akkor rendezd a gondolataidat, és csak pozitívan állj hozzá mindenhez. A rákoknak a kelyhek 3-ast húztam, a kelyhek 8-ast, és a kardok 6-os tarulapokat. Hét elején megfelelő energiaszinten rendelkezel, látjuk, hogy a három hölgy valamit ünnepel, az érzelmeken van a hangsúly, elégedettek, örülnek, az is lehet, hogy társaságba mész, akár egy új szerelem is lehet a láthatáron, szerelmi boldogság, egy esküvő eljegyzés, vagy valamilyen ünnepség. A kelyhek 8-as tarulap azt üzeni, hogy a negatív energiáknak hátat kell fordítani, mint az a hölgy, és elindulni a napfénybe. Az is lehet, hogy nehéz az indulás, vagy nem tudod, hogy mi következik, ezért kell az új feladatra, az új kapcsolatra pozitívan tekinteni, akár egy új munkahely, vagy bármilyen más, ami most aktuális neked, el kell indulni az úton, hiszen látjuk, hogy mindkét kártyán, az utolsó tarólapon is a hölgy elindul. Elindul a háborgó tengeren, az ismeretlenbe, viszont ez egy szép új kezdet is lehet. Akár egy költözést, akár egy utazást is mutathat a kártya, valamilyen elindulást, egy új időszak, egy pozitív változás, hogyha pozitívan állsz hozzá a dolgokhoz, akár egy segítség is jöhet neked emberek formájában. Az oroszlánoknak a botok ászát kaptuk, a kardok apródját és a remete tarólapokat. Hét elején tüzes energia, lendület van, látjuk a képen, hogy a hölgy valamit kigondol, valamit meg szeretne valósítani a harmadik szemével, nyugalomban van, bízik magában. A botok ásza az elindulást jelenti, hiszen egy kedvező lehetőség jöhet hozzád, egy új, izgalmas időszak, találkozás emberekkel, helyzetekkel. Tanulást is jelenthet a kártya, hiszen látjuk, hogy a középső tarólapon a hölgy kezében ott van a könyv. Elindul, valamit tanul, tapasztalatot szerez. Az utolsó tarólapon látjuk, hogy a remete ott ül a hegy tetején, világít mások számára, belső nyugalomban van, egyfajta fejlődésen megy keresztül, lelki fejlődésen. Az is lehet, hogy a spiritualitás területén képzed magad, vagy olyan emberekkel találkozol, akik egy új időszakot nyithatnak számodra. A kártya azt üzeni, hogy semmit nem kell siettetni, jön minden a maga idejében. Először belülről kell megújulni, a belső nyugalmat megtalálni, jó időszak a meditációra, az erőgyűjtésre, ki kell használni ezt az időszakot, az önismeretre, a tudásunk bővítésére. A szüzeknek a szeretőket húztam, a botok 3-ast és a kelyhek 5-ös tarólapokat. Az első tarólapon látjuk, hogy egy pár az energiájukat összeadva nyugalomban vannak, érzelmi területen pozitív változás, hogyha párt keresel, akkor jó időszak arra, hogy megtaláld az igazit, akár egy karmikus égben köttetett kapcsolatot, viszont ebben a kártyában a 3-as kapcsolódás is benne van, szem előtt kell tartani, hogy ha érzelmi területen több szereplős kapcsolatban vagy, akkor el kell indulni és magad mögött hagyni. Döntések lehetnek ebben az időszakban. Akár a munkában is több lehetőség, választás lehet, a kártya azt üzeni, hogy szívbéli döntést kell hozni. Kettő vagy több lehetőség közül lehet választani.
itt az érzelmi életen van a hangsúly. Egészség szempontjából ugye a szív területére az érzelemre kell koncentrálni. A botok 3-as tarólapján látjuk, hogy a hölgy elindul, ki van világítva az útja, valamit maga mögé tesz, ami őt nem építi, munka, kapcsolat, negatív energiák, emberek, és stabil alapot teremt magának a jövőre nézve. Önbizalom van ebben a kártyában, önállóság, optimizmus. A kelyhek 5-ös tarólapon látjuk, hogy a hölgy szomorú, sötét színek vannak, az is lehet, hogy csalódott, vagy az elengedés nehezebben megy, fájdalmat, gyászt is jelenthet a kártya, valamilyen veszteségérzést, arra figyelmeztet, hogy az aggodalmakat, ha letetted, ne éld meg kudarcként, hiszen ott van a változás lehetősége. A mérlegeknek az érmék 7-est húztam, a kelyhek 2-est és a főpapnőt. Csupa pozitív energiák, teremtés folyik mindenhol. Látjuk, hogy az első tarólapon a férfi valamit megteremt, az anyagi biztonságát, munkát, vállalkozást. Beleteszi az energiáját, még ha lassú is a fejlődés, akkor is ott vannak az anyagi sikerek, hiszen látjuk, hogy az a növény már legyökerezett a földbe. Ez egy türelempróba, lassú a növekedés, viszont nagyon kedvezőek a folyamatok anyagi területen. A középső tarólapon látjuk, hogy az energiák összeadódnak, az érzelmi területen harmónia, kibékülés, békekötés, szerelmi területen pozitív változás várható ezen a héten. Az a két ember közösen cselekszik, munkahelyen ez lehet csapatmunka is, hogyha az anyagiakhoz köthetjük, vagy valamilyen pozitív emberi kapcsolódás. A főpapnő kártyája arra hívja fel a figyelmet, hogy maradj csendben, most türelmesnek kell lenni, de a babérokat learadhatod hamarosan. Üzlet és munka területén az is lehet, hogy valaki valamit eltitkol előled, hallgassa belső hangodra, az intuíciódra, hiszen látjuk az energiákat, a főpapnő valamit megteremt. Nyugalomban van, pozitívan gondolkozik, és meg tudja teremteni, amit szeretne, akár párkapcsolat, akár az anyagiak területén. A skorpióknak az uralkodót húztam, a csillagot, és a botok 10-es tarólapokat. Az első tarólapon látjuk, hogy az a férfi biztonságban van, tudja, mit akar, határozott, következetes. Az is lehet, hogy te magad vagy, aki vezető pozícióban van, vagy a saját életét irányítja. Jó a realitás érzéke, becsületes, kellő önfegyelemmel rendelkezik. A kártya az érzelmek területén arra hívja fel a figyelmet, hogy az energiáknak ki kell, hogy egyenlítődjenek, a férfi és a női energiák legyenek egyensúlyban. Az üzletben, a munkában is biztos a siker, az egészség szempontjából ugye a szívre, a torokcsakrára, a tüdőre kell vigyázni. Bármit is terveztél, akár érzelmi területen, akár munkaterületén, a csillag tarólapja azt üzeni, hogy tenned kell érte, még ha nem is látod a végét, de pozitív lesz az eredmény. Csillaglapja támogatja az új reményeket, a szép jövőt, ezért kell pozitívan megtervezni, megcselekedni, beletenni az energiát és elindulni. A botok 10-es tarólapján látjuk, hogy az a hölgy valamit cipel, jön a hegyről lefelé, megtette az utat, még ha ki van világítva az út, akkor is nehéz terheket vesz magára. A kártya azt üzeni, hogy vigyázz az energetikádra, és tedd le azokat a nehéz súlyokat. Akár egy kapcsolat, plusz munka, vagy olyan erőfeszítés, ami számodra nehéz, ott áll az út előtted, a csillaglapja támogat, de le kell tenni néha azokat a súlyokat. Most pihenésre van szükség, delegálj mindent magad körül, ami nem épít téged. Ha úgy érzed, hogy nagy a felelősség, szívják az energiádat, vagy kihasználnak, akkor fordíts hátat. A kártya üzenete, hogy tudj nemet mondani. A nyilasoknak a botok 5-öst húztam, a botok 6-ost, és az érmék ásza tarólapokat. Csupa tűz, energia, lendület van a kártyán. Látjuk, hogy valamilyen erőpróba folyik a képen. Egy kellemes kihívás, akár konkurenciát is mutathat a kártya, viszont ott van a győzelem is, a tűz, a hamari megvalósulás.
egy új lendülettel teli tüzes időszak következik, akár a szerelemben, vagy a munkaterületén is lehetnek jó lehetőségek. Egy korrekt konkurencia helyzet lehet, amiből győztesen jössz ki, hiszen látjuk, hogy a botok hatos tarólapján, ott a babérkoszorú, a Viktória a győzelem jele, a hölgy lendületes, magabiztos, optimista, és tudja, hogy biztos a siker. Az érmék ásza az anyagi területet mutatja, egy új munkát, ami elindulhat, egy új projektet, vállalkozást, egy jó lehetőséget. Pénzügyi sikereket ígér a kártya, hiszen az ász maga az elindulás, valami elkezdődik. Gazdagság van a képen, látjuk, hogy legyökerezik az a növény a talajba, valami elindul, ki kell várni, hiszen az érmék lapok lassabb megvalósulást ígérnek, de a siker az biztos. A bakkoknak az érmék 5-öst húztam, az érmék 9-est és a karluk 8-ast. Az első tarólapon látjuk, hogy sötétek a színek, az a hölgy valami miatt szomorú. Két érméklapokat is kaptunk, ezért az anyagiak vagy a munkaterülete, amin változások jöhetnek. Látjuk, hogy ott egy kulcs, rávetül az aranyfény, a hölgy mégsem veszi észre, el van foglalva a bánatával. Az is lehet, hogy a munka területén próbálkoztál, ott van a kulcs, a kezedben csak el kell indulni, elküldeni az önéletrajzot, elmondani az embereknek, és jönnek majd a jó lehetőségek, hiszen a bizonytalanság után a középső tarólappal már minden támogatva van. Az is lehet, hogy sok volt a kiadás, de meg lesz rá a lehetőség, hiszen látjuk, hogy a középső tarólapon a hölgy utána nyúl a jó lehetőségekért, mosolyog, valamilyen anyagi nyereségre tesz szert. A szerencsejáték is támogatva van neked, totó, lottó, kaparós sorsjegy, hiszen látjuk, hogy bőség van a kártyán, külső és belső gazdagságot is mutathat a kártya, természetesen jó lehetőségeket, és olyan örömteli fordulatokat, ami az anyagi helyzet javulásához hozzájárul. Fizetés, emelés, plusz pénz, valamilyen váratlan szerencse. Szerelmi területen is jöhet új lehetőség. Ez egy kedvező időpont a kockázatvállalásra. A kártya azt üzeni, hogy használ ki a lehetőségeket. A kardok 8-as tarólapja azt üzeni, hogy nem szabad negatívan gondolkodni, hiszen látjuk, hogy az utolsó tarólapon a hölgy, mintha saját magát kötözné meg, a szeme bekötve, a keze bekötve, vedd le a szemellenződ, hogyha saját magadnak gátakat, tilalmakat állítottál fel, vagy csak negatív gondolatokat tettél magadnak, hogy úgysem sikerül, nem lesz rá lehetőségem. A kártya azt üzeni, hogy nem szabad lemondani, hiszen ez egy átmeneti időszak. A középső tarólappal az anyagi biztonságodat meg tudod találni. Az is lehet, hogy egy diétába fogtál, vagy valamilyen önként lemondásról van szó. A vízöntőknek az érmék 6-ost húztam, a mágust és az érmék lovagját. Két érméklapokat is kaptunk, az anyag és a munka területe lehet hangsúlyos. Az első tarólapon látjuk, hogy ott van az egyensúly, az adok-kapok egyensúlya, ott van a fektetett 8-as energiája. A kártya arra hívja fel a figyelmet, hogy az anyagi helyzetben, a pénz áramlásánál az egyensúlyt meg kell találni. Túl sokat ne adj, vagy ha adsz, akkor próbáld elfogadni, hogy a pénz energia ki legyen egyenlítődve. Egy kölcsönös segítség, támogatás látszik a tarólapon. Az anyagiak területén bármibe is akarsz belekezdeni, ez az időszak alkalmas arra. Hiszen látjuk, hogy a mágus tarólapján egy teremtés folyik. Látjuk, hogy az a férfi az energiát valamire fordítja, megteremti, elgondolja és megcselekszi. Minden eszköze megvan hozzá. Az egyes, maga az elindulás, tehát az anyagi területen lehetnek változások. Kiemelkedő sikerek lehetnek, akár egy előremenettel, a szerelemben is spontán új dolgok, egy értékes kapcsolat, ami jöhet neked, hogyha párkapcsolatot szeretnél. Egészség szempontjából a gerincre, a váll területére kell vigyázni. Az utolsó tarólapon már az érmék lovagja, anyagi biztonságot nyújt, az a férfi is felszabadult, tele van erővel, szorgalmas, megteremti magának az anyagi biztonságot. Kitartó, lehet egy kicsit makacs,
de véghez viszi, amit szeretne. Egy jó lehetőséget az anyagi területen, egy biztos munkahely és jó eredmények, amik most megvalósulásra törekszenek ebben az időszakban. A halaknak a kelyhek 6-ost húztam, a botok 9-est és az akasztottat. Látjuk, hogy az első tarólapon boldogság van, a kelyhek az érzelmeket mutatják, az is lehet, hogy valakivel találkozol a légmúltból, örömteli találkozások jöhetnek, egy olyan segítő ember, egy segítő impulzus, amire most szükséged van ebben az időszakban. Az is lehet, hogy amit rég elterveztél, és lemondtál róla, azt most meg tudod valósítani, hiszen lesz segítség hozzá. A botok 9-es tarólapján látjuk, hogy az a hölgy a kerítés előtt áll, egy lépéssel át tudnál lépni, de még kivár. Az is lehet, hogy bezárkóztál, vagy egyedül érzed magad, egyfajta visszavonulás mutat a talókártya, távolságtartást akár emberektől is. Az akasztott ember is erre hívja fel a figyelmet, hogy valami most megakadt. Lásd más szemszögből a helyzetet. Az is lehet, hogy az érzelmek területén elbizonytalanodtál, vagy bonyolult kapcsolatban vagy, de rendbe lehet hozni mindent, csak más szemszögből kell vizsgálódni. Valamilyen áldozatot kell hozni. Ez az áldozathozatal biztos eredményt fog hozni neked. Munka üzleti téren, ha valami megakadt, akkor nézd máshogy a dolgokat, kérd ki más véleményét a témában. Lehet, hogy te látod túl negatívan a dolgokat. Ha az anyagi gondok vannak, akkor pozitívan kell hozzáállni mindenhez. Egészség szempontjából a vérnyomásra kell figyelni, a keringésre. A kártya arra hívja fel a figyelmet, hogy ha megakadtál, légy nyugalomban, lásd pozitívabban a dolgokat, kérd ki mások segítségét, és épp időben indulj el.